Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Dériné Kulturális Központban, és a Magyar Kultúra Napja alkalmából hamarosan kezdődik egy könyvbemutató. Dr. Örsi Ilona a Parasztvilág című könyvét mutatják be, vele beszélgetünk. Épp az előbb kérdeztem, hogy ez hanyadik könyv, és mondta, hogy a 13. Ez reméljük, hogy szerencsét hoz. Hát bízok benne, hogy szerencsét hoz, hiszen 40 éves kutatómunka van benne, és ez egyféle összegzés a munkának. Azért ön mindig lehetett tudni, hogy sokféle dolgot kutat, és sokféle szerzőnek segített sajtó alá is rendezni a dolgait. Itt akkor az első kutatási eredményektől kezdve végigmegyünk. Emlékszik arra, hogy mi volt a legelső, amikor a Karcagi Múzeumban elkezdett kutatni, hogy mi volt az első téma? Hát a legelső témám az még egyetemista koromban volt, a keresztszülőkről és a gyerekszületésről szólt, és a szakfolyóiratban, az etnográfiában jelent meg 1974-ben. Hát az nem most volt, több mint 4 évtizeddel ezelőtt. Én azt hiszem, hogy sokat beszéltünk már az ön pályafutásáról, mindig látjuk ezt az energiát, ami önben van, és gondolom a 13. után is vannak még tervei, de egy picit beszéljünk erről, hogy kiknek ajánlja most ezt a kötetet, hiszen Parasztvilág, ez egyfajta összefoglalója a dolgoknak, vagy egyfajta réteget mutat be? Hát a vidéki társadalmat mutatja be, mivel a vidéki társadalom jó részt parasztokból állt, hagyományos társadalom, tehát őróluk szól. És ezt én pozitív értelemben használom ezt a szót, és egyáltalán nem dehonesztálólag. Alcíme is van a kötetnek, a hagyományos társadalom kapcsolatrendszere. Itt a kapcsolatok alatt egyes emberek kapcsolatát, a közösségek kapcsolatát, a települések kapcsolatát értem. És mi az, amit legszívesebben kutatna még, és mondjuk nem volt rá lehetősége? Karcag monografikus kutatását, kutatási tervét éppen most adtam oda polgármester úrnak, hogy ennek a megvalósításán szeretnék dolgozni egy kutatócsoporttal együtt. Korábban is volt már azért egy ilyen kutatás, amikor végigment a Nagykun településeken, ez is egy ilyen hasonló lenne, csak akkor ez Karcagon belül esetleg egyetemistákkal, vagy kik segítenének ebben? Ezek elismert felnőtt kutatók, a különböző szakmák képviselői, elsősorban karcagi szülöttek, vagy Karcagon dolgozók, vagy ide kötődő emberek, akik a kutatócsoportban részt vesznek, 21-22 főről van szó. Hát akkor ez nem kis munkát fog igényelni, ezt összefogni is, és akkor esetleg ez lesz majd a 14., vagy már esetleg nyomdában van a 14., hiszen önt ismerve azért, amikor egy kötetem megjelenik, már a másik is majdnem kész van. Tehát ez nem önálló kötetem lesz, hanem én irányítom a kutatást, és én szerkeztem a könyvet. Egyébként 52 kötetet szerkesztettem, plusz a Jászkunság folyóiratot az évek folyamán. Valóban most is a közeljövőben kerül a nyomdába a Györfi és a Szűcs Sándor konferenciák anyaga. Szerintem azt is nagyon sokan várják majd a diákok is, hiszen azért mind a ketten jeles tudósai a városunknak. Én ehhez a tervekhez nagyon jó egészséget kívánok önnek, és hát reméljük, hogy még a 23.-24. önálló kötetet is be tudjuk mutatni. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy megtelik a Dériné második emeleti nagy terme, ami nagy örömömre szolgál, ahol most bemutatjuk a kötetet, és remélem márciusban a következő kötettel jelentkezhetünk ugyanitt. Így legyen, addig is jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen. A kötetet dr. Eskovács Ilona fogja bemutatni. Épp az előbb beszéltük, hogy azzal fogjuk kezdeni, hogy milyen kötődése van Karcaghoz és a szerzőhöz. Akkor először egy picit erről beszéljünk.
kacag a virág közepe. Ez a minimum, amit illik tudni minden karcaginak és minden karcagról elszármazottnak. Az elszármazottak között is, és akik maradtak, azok között is bizony nagyon sok tanult ember van. Ugye hát elsősorban a debreceni Alma Materbe kerültünk el. Igaz, hogy már nem a nagy kollégiumban, mint az elődeünk, mint például Kaczeusz Márton, akiről a Piroska a könyvébe írt. Piroska Julianna, illik tudni, hogy Őrsi Piri, Orsi Julianna. Nos, mi már a Kossuth Lajos Tudományi Egyetemre kerültünk el többen, hiszen azok a tanárok, akik bennünket tanít itt a kacagi gimnáziumban, azok előttünk a debreceni egyetemre kerültek el tanítani. Nem volt sem a Pirinek, sem nekem olyan szerencsém, hogy a legnagyobbal találkozhattunk volna, például Gál Lászlóval. Sajnos, amikor én Debrecenbe többek között a latin szakra kerültem, akkor sajnos már nem a Gál László volt a professzor, hanem Borzsák István, de ő rá is nagyon büszke voltam. De nagyon hamar, mint karcagi, érdekes módon bekerültem a Néprajzi Intézetbe, és nem csak történelem latin, hanem néprajzszakot is elvégeztem, és az életemet nagy rész néprajz kutatóként töltöttem. De hát én egy nagyon eklektikus ember vagyok, úgyhogy én tanítottam, közgazdaságtani ismereteim vannak, vállalatot is vezettem, de úgy alapjában véve néprajzkutatónak tartom magam, hiszen az indítatásom a Néprajzi Múzeum, ahol 12 évig dolgoztam, meghatározta az életemet. Ugye? Valószínűleg halálomig meghatározza, és ami különösen érdekes számomra a kutatási témák közül, az a népművészet, és mivel itt Karcagon nem sokan foglalkoztak népművészettel, ezért a jövőben tervezem is, hogy mint nyugdíjas, és aki ide visszatelepedett nyugdíjasként egy pár hónappal ezelőtt, úgy gondolom, hogy na nagyon gyorsan hozzá kell fogni ehhez a témához, mert nagyon elhanyagolt. Őrsi Piroska utánam végzett a gimnáziumban néhány évvel, és hasonló utat járt végig, mint én, hiszen ő akkor kezdte az egyetemet, amikor én befejeztem a néprajzszakon. Piroska más témával foglalkozik, ugye ő a társadalom ismerettel, ami hát tőlem se idegen, hiszen mint történésznek, mint klasszika filológusnak, ugye a római társadalom, görög társadalom, de mint néprajzosnak is közel áll a érdeklődési körömhöz, azonban a népművészettel, az én kutatásai területemmel csak érintkezik. Viszont végig kísértük egymást az életünkön, figyeltük egymást, és amikor lehetett, segítettük egymást. Piroska egy nagyszerű ember, mindig segítőkész volt, és megmondom őszintén, óriási megtiszteltetés volt, hogy ezt a könyvét, ami valójában az egész életművét összefoglalja, ez a különlegessége, összefoglalja, összerakta egy nagy csokorba mindazt, amit 40 év alatt összehozott ebben a tudományágban. Nos, ezt én ismertethetem itt Karcagon először, ennek van valami szimbolikus jelentősége az én szememben. És hát az elmondottakból számomra még az is, az sem egyértelmű, hogy nem fognak együtt dolgozni, hiszen elmondta az előbb Piroska, hogy indít egy újabb kutatást, akkor ezek szerint már ön is benne van abban a 21 néhány kutatóban, aki részt vesz ebben a munkában, akkor közösen is együtt fognak dolgozni. Azt gondolom, hogy akkor ez még jobban elmélyítheti a szakmai és emberi barátságukat is. Igen, ezt már a múlt évben elkezdtük, hiszen már a Györfi konferenciára én is készítettem előadást, és remélem, hogy ez tovább folytatódik az elkövetkezendő években, bár az én kutatási területem távolabbi vidékekhez köt, ugye, hiszen egy általánosabb országos téma, amivel foglalkozok, elsősorban a faragók, és azok közül is ugyan vannak Karcagon a nagykunságban is jeles faragók, de azért a legjobbak kicsit távolabb laknak, ez az egyik, a másik pedig hát a magyar faragó művészet az különleges nagy, hát én a nagy egésszel foglalkozom, és nem a részletekkel, de itt majd a részletekkel is fogok, csak a nagykunságival is. Akkor érdeklődéssel várjuk ezt a közös munkát, és jó munkálkodást kívánunk önnek is. Köszönöm szépen!